Most épp pihen, de óránként 25 ezer 16 oldalas ívet nyomtat ez a gép ebben a nyíregyházi nyomdában, pedig még csak félkapacitással működik. Indiából szerezték be, Európában ez az egyetlen ilyen masina, amit az ázsiai országban gyártottak. Ezek pedig a hozzá szükséges papírtekercsek. Méretüket jól szemlélteti, hogy egy ilyen több mint 400 kilót nyom, átmérője pedig közel 1 méter. Ez drágult meg idén jelentősen, átlagosan 40-50%-kal, azért mert globálisan hiány van belőle. A higiénés papíroknál még drasztikusabb volt az áremelkedés, csak az elmúlt egy hónapban mintegy 30%-kal lettek drágábbak. Ennek hátterében több dolog áll. A papír alapanyagnak egyik ár felhajtó hatása, üzemanyag a másik ár felhajtó hatása, a nemzetközi vagy európai szinten is kialakult az a fajta tendencia, ami az energiával függ össze. Egy másik fórumon tegnap egy online értekezletet tartottunk. Már olyan energiaár növekedés van a gáziparba, a villamosenergiaiparba, ami ellehetetleníti a gyártást. Következésképpen egyes cellulózfeldolgozó üzemek, a papíralapanyag gyártó üzemek termelése meg is állt. Stócokban a hazai és a francia piacra szánt rejtvényújságok hívei. A nyomdában fűzött és ragasztott termékek készülnek évente több mint 1500 tonna papír felhasználásával. Egyelőre csak a papíripar szereplői érzékelik a drágulást, a fogyasztók kevésbé. Hamarosan azonban várhatóan nekik is jobban a zsebükbe kell nyúlniuk. Mivel a papír napi áras lett és a nyomdák sokszor csak az alapanyag megérkezésekor tudják meg, mennyit kell érte fizetniük, ők is csak utólag tudják megmondani a megrendelőnek a késztermék árát. A dráguláshoz pedig az is hozzájárulhat, hogy a munkabér is emelkedhet rövid időn belül. Ez a televíziónak nyilatkozó szakember szerint azt is eredményezheti, hogy várhatóan a jövőben kevesebb dolgozóra lesz szükség a papírfeldolgozásban, mint jelenleg. A papír hiánya munkaszervezés terén már érezteti is náluk a hatását. Minden nap nagyjából egy óra hosszát azzal kell foglalkozni, hogy szervezzük meg a termelést, jött-e alapanyag, mikor van kiszállításon, tudunk-e teljesíteni, és most hétvégén is, szombaton is és vasárnap is műszakot kellett ahhoz szervezni, hogy a megérkezett alapanyagot fel tudjuk dolgozni. Természetesen a hétvégi műszak többe kerül, következésképpen a termék drágul, amit nem tudunk azonnali hatásként átterhelni, de egyes megrendelőinket éppen ezen a héten értesítettünk, hogy az alapanyagár növekedés miatt utólagosan fogjuk az anyagárat meghatározni. Ennél a gépnél a rejtvényfüzetek borítói készülnek egy valamivel vastagabb papírból. Szinte minden alapanyag típusnál drágulás tapasztalható. A folyamatnak ráadásul nincs vége. Több 10%-kal mehet még feljebb az áruk a következő hónapokban. A papírhiány pedig tovább fokozhatja, hogy egyre több áru esetében váltják ki a műanyag csomagolást papírral.